kezdtük el ünnepelni. A futballnak szentelt kocsmában a halvérű, futballbecsületükben meggyalázott britek döntöttek úgy, hogy betonba örökítik az isteni ballábat, amely a Wembleyben 2 rúgott nekik a 6-ból. A nem mindennapos látvány még a forgalmat is leállítja a nyüzsgő londoni utcán. És a fekete gyöngyszem minden idők egyik legjobbja, örül, hogy kocint egyet a régi szép időkre öcsi. És valahol valakik számolták ki, hogy Puskás Ferenc bizony az évszázadból királya. A maga 512 bajnoki góljával. És akkor hol van még a többi? A porig alázott Londonban kezdték ünnepelni a nagyöreget, és az ellenfelei tettek 7 gyertyát jelképesen a 70 helyett a születésnapi portára. Miközben Dermeten hallottuk, nem is egyhelyütt, ugyan mit esznek ezen a puskáson? Nem találnak már semmi más ünnepelni valót. Ilyen messze lenne hát. To this great man, to this great football player, Puskás. Juan Antonio Samaranch, aki még mint újságíró zárta a szívébe a Helsinki olimpia labdarúgó döntőjén, a NOB elnökeként akasztotta a nyakába az olimpiai érdemrendet. A világ évtizedek óta ünnepli. Kispesten nem állnak meg a nemzetközi gyorsvonatok. Aki világot akar látni, meg akarja hódítani a messzeséget, annak nem innen kell elindulnia. Öcsi viszont innen indult, és mindig is ide tért vissza. És közben meghódította az egész világ. Ő kispesti srác volt, és szívében az is maradt, ahogy a papa szigora nevelte. Ez apám 52 éves korában halt meg, kiváló ember volt. Azt mondják, hogy az ő korában jó futballista volt. Én nem tudom, hogy elhiggyem-e vagy sem, mert sosem láttam. De az edző volt sokáig, nagyon rendes bácsi volt. És a papa követelte mindig a legtöbbet az öcsitől. A legtöbbet. Ha akármilyen jól játszott, megnyertük a mérkőzést minden nap, hogy voltál megöltve? Semmit nem csináltál. Álltál a pályán. Szóval apa a fiához volt a legszigorúbb, a legelőbb. Úgyhogy a többiektől mindent elfogadott. Elfogadta a gyengébb játékot, hogy valamit, de a fiától azt nem tudta elfogadni. Tudatában volt annak, hogy a fiából ekkora világsztár lehet? Nem. Az öcsit azt nagyon kordába tartotta, remekül menedzselte, ha szabad így fogalmazni. Itt laktak a pálya mellett öcsiék, és szinte a pályán nőtt fel az öcsi. Az öcsi olyannyira a papája hatása alatt nőtte ki magát, azt lehet mondani, hogy nagyon sokat köszönhetett az édesapjának, mert a kezdet-kezdetén az alapokat ő rakta le. Az öcsi egy olyan abszolút tehetség volt, hogy talán az apja is csóválta félt, hogy a gyerek ekkorát tud alakítani, mint amekkorát az öcsi. Az öcsinek ez egy adottsága. Ez a labdarúgásban egy adottság. Olyan gyors volt, olyan dinamikus volt. 10 méteren rám vert 3 métert, 100 méteren én lefutottam őt. De 10 méteren nem, és ez számít a futballban. Akkorjában már az nagy szó volt, hogyha valakinek ilyen rongylabdája volt.
Hogy kellett ezt csinálni? Mi volt annak a módja? Hát a módja az volt, hogy hát például nálunk volt két lány testvérem, azoktól a harisnyákat elcsúfoltuk, és akkor csináltunk belőle labdát. Mivel töltötték meg? Hát az különböző volt. Volt, ahol rongyal, de volt, ahol esetleg levágták a disznót, és a szőrt összeszedtük, és azzal, mert az jobb volt, az már ugrott is. Mennyi idő alatt használták el? Hát 2-3 hét alatt biztos, hogy szétrúgtuk. Akkor kezdődött előre. Kezdődött előre a játék. Ugyanúgy lehetett játszani, hát ehhez voltunk szokva, mert fotballt megvenni, vagy mi, hát ez nagy szó volt. És nagyszerűen ment vele a játék. Ez hozta meg én, ez az én véleményem, a játék szeretetét, a győzni akarást, még ezzel a labdával is. És ez adta az alapképzés tulajdonképpen azokhoz a dolgokhoz, amik kellettek ahhoz, hogy a labdával gyakorol dolgok tökéletesen legyen. Ezt ismeritek? Természetesen a kispesti pálya és a kispesti gyerekek, akikkel öcsi bácsi játszik. Jobban tudják, mint én. Ha nem lennének a méretbeli különbségek és a korvéste ráncok az arcán, ugyanolyan gyerek volna, mint a többi. Nem úgy gondol, hogy kellene. Férfi beszélget férfiakkal, és ők, a férfiak, akárhányasok is, bizony félszavakból is értik egymást. Lazán is elegáns, és még mindig villámgyors mozdulatok a labdával. Előjönnek a régi kispesti emlékek, az akkori gyakorlatok, a poros grund, Bozsik Cucu és a többiek, minden, ami puskás gyerekkora volt. Öcsi ért a nyelvükön, a gyerekek nyelvén. Az is lehet persze, hogy a labda nyelvén beszélgetnek. A labda nyelvén, amely örök, kortalan, de csak a beavatottak értik igazán. Belsővel, fölsővel, akkor azzal. Ez nagyon fontos, hogyha valaki egy csapatban együtt játszik 16-18 barátjával, mert körülbelül így áll a helyzet, ugye, igaz? Akkor velük becsületesen kell menni, ő is tudja, hogy mit akarsz, te is tudod, hogy ő mit akar. És úgyhogy együtt csináltok, akkor csak jó lehet. 1943-ban, másfél éve voltam a Kispestnél, amikor már 16 és fél éves korában a papája betette az első csapatba. És 7 vesztes mérkőzés után az öcsi beálltával, bár ő akkor nem bal összekötőt játszott, hanem bal szélsőt.
de az olyan fenomenálisan oldotta meg, gyors volt, robbanékony volt, kezdeti sebessége óriási volt, és hát a bal lábával mindent helyettesített, akár a feljátékot tekintjük, akár milyen technikai más elemet. Ő egy lábbal volt világklasszis. Már abban az időben, 944-ben a Honvéd Helyőrségi Kórházban zászlós voltam, és hát, hogy kivételezettek vagyunk, mi nem teljesítünk szolgálatot, egyszer minket is beosztak szombat-vasárnapra a szolgálatra, ott vasárnap volt a Kispest mérkőzés. Reggel riadó fölzavarnak, hogy bejöttek a németek, mindenkit bezártak, mondom, mi lesz itt délután a mérkőzés, jött egy ilyen kísérő, 3-4 tisztel, és kikísértek a Fradi pályára, és mondták nekem, hogy Feri, vigyázz, ma játszik először egy 16 éves gyerek a Kispestbe, úgy hívják, hogy Puskás öcsi. Hát mondjuk akkor én már 3 vagy 4 év NB1-es játékos voltam, de hát az ember ilyenkor úgy int egyet, hát egy kisgyerek, mit számít az én nekem, akkor nem. Igen, ám csak elkezdtük, és mire fölnéztem, a kisgyerek már 2 gólt rúgott mellettem, és ez a Puskás öcsi volt. Mi imádtunk futballozni. Mi azt se bántuk, ha volt idő és kikaptunk, mert akkor a csapat még nem volt jó, de mindig játszottunk, mindig edzettünk, mindig készültünk, és így ezáltal lassan elértük a 16 évet, ahol már első osztályú játékosok voltunk, mondjuk a Bosik Cucóval annak idején, és később aztán jöttek a gyerekek előtt, az idősebbekkel jártunk, a Nemes, az Olajkár, Boldizsár, ezekkel játszottunk, de azok aztán elmentek szépen lassan, jöttek a fiatalok, és úgy emelkedett ez a futball. Az akkori első filmkockák a háború befejeztével ilyen képeket rögzítettek. A felszabadult ország még magán viselte a harcok ütötte súlyos sebeket. A falak ledőltek, a hidak a Dunába könyököltek. A könnyek még nem száradtak fel. Sport. Talán. Majd egyszer. Csak hogy a sportolók türelmetlen emberek. És ha ma bárki megkérdezné őket, ez volt akkor a legfontosabb. Nyilván azt mondanák, ez is nagyon fontos volt. 1945 tavaszán ez volt az első filmezhető sportesemény. Mintegy 45 ezer nézője volt az Üllői úti pályán rendezett magyar-osztrák válogatott mérkőzésnek. Az érdekes nemzetközi esemény a várakozásnak megfelelően izgalmas sportot nyújtott. A közönség soraiban megjelent Pildi Zoltán, köztársasági elnök, a kormány több tagja, Gerő Ernő közlekedési miniszter a vendégeivel. A játékot Hajós Alfréd, az aténi olimpiát bajnokának kezdőrugása indította el. A vendégcsapatot vezető dr. Gerő, osztrák miniszter, izgatottan figyeli a játékot. 1945. augusztus 20-a Puskás első válogatottsága. Természetesen a 18 éves fiú első góljával. Egy az egy ellen nem lehetett játékos ellenet felállítani, mert az biztos lecselezte, lefutotta, gólt rúgott. Tehát mindig kettős fedezetet kapott az öcsi. Az első félidő változatos játék után 2-2, míg a második félidőben a magyar csapat lelkes játékával felülkerekedett, és újabb 3 góllal bebiztosította az 5-2 arányú megérdemelt győzelmet. Nagyon nehéz volt az öcsivel lépést tartani, mert olyan ragyogó technikával rendelkezett, hogy ő soha nem vezette a labdát maga előtt messzire, hanem mindig 1-2 centire. Tehát ha az ember más játékosnál megtehettem azt, hogy vezette a labdát, illetve elpasszolta a labdát magától egy méterre, és az alatt elértem a gyorsaságomat, tudtam kamatoztatni. Az öcsinél ezt nem lehetett, mert minden lépésnél hozzáért a labdához, tehát nem volt idő beavatkozni hozzá. Olyan ragyogon kezelt a labdát, és hát ugye
improvizálni tudott pillanatokon belül, tehát soha nem tudtam, illetve amikor én észrevettem, hogy ő mit akar, akkor ő már gyakorlatilag majdnem végrehajtotta. Na most, ha elfutott, gyorsasága is nagyon jó volt neki. Most, ha utol akartam érni, akkor természetes, hogy teljes sebességgel kellett, hogy fussak, hogy utolérjem, mert ha nem, hát akkor befut a kapuba. De a teljes sebességnél meg ő abban az előnyben volt, hogy mire odaértem, akkor tudta, hogy most mit akar csinálni. Én mire észrevettem, és a nagy sebességet le tudtam lassítani, ő már teljesen más pozícióban volt, megváltoztatta a támadásjelenetet, tehát megint nem lehetett leszelni. Tehát borzalmas nehéz volt ellene játszani. Volt két-három ilyen úgynevezett mumus az öcsének. Ezek mind ilyen apró, mozgékony emberek, és akik szorosan tapadtak rá, hanem az, hogy nem tudott játszani, idegesítette. Borzalmasan idegesítette. Rikálták egymást? Hát volt ilyen. Érdekes, hogy különösképpen ő velem nem a lakatkarcsival volt ilyen szópárbajba a pályán, de nem a baráti viszonyban voltunk, pusztán annyi, hogy hát egyikünk sem Törzsgyökeres volt a neve, őt Purcellnak hívták, engem Ruknak hívtuk, csak akkor már a sportnevünk volt, és soha nem egymást Puskás vagy Rudasoztuk, hanem Purcell meg Ruk, ez volt az összes, mondjuk kettőnk közt ilyen hát, szóváltás vagy viccelődés. Puskásot lendült támadásba, fordulásból küldi előre Cibor felé a labdát, a fürge magyar fiatal bal szélső megszerzi, szépen leveszi, oda teszi újra Puskásnak, öcsi, mint valami motor, úgy indul el a labdával, ott van a 16-oson belül, újra Cibornak adja, keresztbe küldik Deákhoz, 6-0-ra vezet a magyar válogatott. Végeredményben a magyar csapat a lengyelek elleni nemzetek közötti válogatott mérkőzésen 8-2 arányban győzött. Ne menjünk el csak olyan könnyen a gólok mellett. Hisz volt olyan év is a magyar futballban, 1949, amikor Puskás 45 góllal nem lehetett gólkirály, mert Deák 59 találatával megelőzte. A régi barátok, ha összejönnek, csak is a foci lehet a téma. Ma már mindegy, ki milyen meszt viselt egykoron, pirosat, zöldet vagy kéket. A foci szeretete örök baráttá tette őket. Azt a szót, hogy ellenség, talán nem is ismernék. Egyszer egy beszélgetés folyamán mondtam a Marosánnak, engem mindig fasisztázott, és mindig mondták, mondom, Gyuri úr, én magát olyan okos embernek gondoltam, és mondom, de ekkora hibát, azt mondja, miért? Mondom, tudja, mit kellett volna maguknak csinálni? Azt mondom, a Puskást és a Bozsikot a Ferencvárosba hozni, a világ legnagyobb csapata lett volna, hívhatták volna Vörös Hottentot a Kremlnek, az ország mindenki nekik drukkolt volna. Így jött létre a Honvéd, a mintacsapat, melynek vezéralakja természetesen Puskás Ferenc, és ezzel megoldódott évekkel előre a bajnoki cím sorsa. Hát ez én voltam, mikor még katonás voltam, és fiatal. Nagyon szép srác voltam, nem volt. Véget ért a labdarúgó bajnoki éve. A Honvéd Sportegyesület néhány hónapos működése alatt már sok szép sikert ért el. Ezek közül a legjelentősebb, a legnépszerűbb sportágban, a labdarúgásban megnyert bajnoki cím. Addig a Kispest egy igen szegény csapat volt. A város nem tudta eltartani a csapatot, ugye. Tábora nem volt neki, nagyon kevesen voltak, és ez a Honvéd átalakulás nagyon sokat segített. Egy Gyula elvtárs államtitkár mondott beszédet. Megállapította, hogy az igazi Honvéd erények, tudás és küzdőképesség, közösségi szellem és fegyelmezettség, lelkiismeretesség és győzni akarás hozták meg a csapatnak a bajnokságot. A bajnoki mérkőzésen különben nem született meglepetés. A Honvéd ese az első félidőben mutatott kiváló játékával megérdemelten győzött 4-1 arányban a pótlással. Kint az edzőpályán Valmár Jenő irányításával Lórán, Kocsis, Zrosik és Puskás, valamint a többi Honvéd játékos készül a nagy mérkőzésre. A Honvéd csapata kezdi a játékot.
Bányai a bal fedezet kapja meg a labdát, majd előre kerül Budai egyhez, a Puskásnak adja, Puskás gyönyörűen tökteti Kocsis, a jövőszekötő elmegy a labdával, most egy pillanatra tölni, aztán befelé Budát, Puskás kapja meg a labdát, egy csellel elmegy a rátámadó Dózsa játékosok mellett, lő, a lövés a kapufáról a hálóba kapta. Ott van Puskás előtt a labda, Puskás megállítja, maga elé teszi, aztán előre lendül vele, de balok kettő szerelni próbálja, rövidre sikerül a felszabadító rúgás, újra Puskási a labda, nem van a 16-osnál lövés, a kapu torkában Várhidi elvetődéssel kézzel ment. Tiszta 11-ért. A játékvezető sípol, Puskás áll a labdának, lövés, gól! A közönség nem felejt, sem jót, sem rosszat. Hogy is felejtene, hisz itthon 349-szer látta bajnokin Puskást, 358 gól kíséretében. Ki ne fogadna szívesen egy ilyen átlagot? Közben négyszer volt gólkirály, egyszer 50 góllal. Puskás gól! Annyi gólt rúgott, amint akart. Puskás. Amennyit akart, annyit rúgott. Tizet rúgott. Ballal csodálatosan célzott. 25 méterről a felső pipába. Kiváló sportoló ember volt. Ez a Puskás. Végtelen sajnálom, mint édesanyja. Egy olyan embernek el kellett menni. Ez nagyon sajnálom. 84 válogatott mérkőzésen 83 gólt lőtt. Na gyertek, a szépek akartok lenni! Sokkal jobb játékos volt, mint a Pelé, csak nem volt olyan sajtója. Ez volt a baj. Mi volt a legnagyobb erénye, hogyha ki lehet emelni egy dolgot? Mit ért ez alatt? De gazember volt a pályán. Kim voltam azon az MTK meccsen, nem is tudom mi volt, 0-0 volt az erem, Hidik Kuti kap egy labdát. Erre rákiabál az öcsi, obszájt a bíró lefolyta, Nándi megfordul vissza az öcsi, meg röjjöltött, te hülye, hát ezt is beveszed. Színészkedett, eljátszott, hogy agyonrúgták. Pont itt a kispesti pályán megcsinálta velem azt, hogy rúgtam egy labdát, nem vettem észre a Babocsai rátartott, kimentem, visszajöttem, két perc múlva az öcsit valahogy fellöktem, a labdára vívott hazba. Az öcsit kivitt, lefeküdt a pályára. Hordágyon körbe hordoztatta magát, a túlsó oldalról ide a tribün elejét lefektették, felkelt a hordágyról, bejött a pályára. Kis Péter Miska szólalkozott, te Feri, azt mondja, vigyázz, azt mondja, mert az öcsi ott bejött. Hát mondom, hát nem tud lépni, nem látod? Két percen belül mindakinek az életbe semmi baj, mint a nyúl, és szintén kélkoldugott úgy, hogy a hordály jelenet után. Hát akkor a fradisták nem nagyon szeretették. Szerették az öcsit, mert az az igazi klasszis mellett az a vagány volt, akit nem lehetett nem szeretni. Szerintem még a legnagyobb ellensége se mondhatott róla rosszat. Nem létezett, hogy ne játszott volna, viccelődött volna, ne örült volna annak a baráti együttlétnek, és ez hozzátartozott a maga kicsit bumpordi, naturburs módján, egy természetes gyerek, egy kispesti vagány, ott nőtt fel a kispesti grundon. Én nem professzor, nem egyetemi tanár, ő a maga egyéniségét adja, és éppen ez a varázslatos benne. Az maradt, ami volt. Hát az egy fantasztikus dolog. Hát alig van valaki a szakmába, mindenféle szakmába, aki ne érezni azt, vagy ne éreztetni, hogy én az egy kicsit több lettem már. A Jóisten olyan szerencsével áldott meg engem, hogy megengedhetem magamnak, hogy én egy kicsit több vagyok azért. Hát azért valamit elva, semmit sem. Semmit az égvilágon, mint az egyik tartalékjátékos. Csak amikor a pályára kiment, akkor. Ott már a feszültség, mikor ő ment előre, akkor változott meg. Csak akkor. Mehetett volna előre Puskás, az olaszok hamar felfigyeltek rá. Torinóba akarták szerződtetni.
A klub szeretetre nevelt 20 éves fiú azonban akkor a világ minden kincsért sem hagyta volna el Kispestet. Nagy szerencséje volt, hisz az olaszok csapata még abban az évben lezuhant. Az 50-es években bejárták szinte az egész világot. Akkoriban nem kapott ön ajánlatokat külföldi csapatoktól? Nem próbálták megkörnyékezni? Nem is vállaltam volna el abban az időszakban soha. Én sose gondoltam arra, hogy én onnan el akartam menni. És nem is kapott ajánlatot, nem keresték, tudták, hogy hiába. Készültünk, sportol a demokráciáért. És éppen ez, a tömegek sportolási lehetőségének megteremtése, a felszabadulást követő évek sikereinek alapja. Tatán pedig felépült valami, amit évekig csak irigyelt tőlünk a világ. Tehát egészen fiatalon, amikor oda kerültél a válogatotthoz, az olimpiai csapathoz Helsinki előtt, Tatára, akkor mit tudtál ellesni Puskástól? Mit lehetett tőle tanulni? Szóval ezek a Puskás, a Hidekuti, meg a Kocsis, meg mit tudom én, mindenféle fogadásokat kötöttek. Hogy például a 16-osról állított labdával, hogy hátra találja el a kapufát, meg mit tudom, hát sörbe vagy fröccsbe, hát nem pénzbe fogadtak, de ugye ez nagy... Hát egyik ugye ellenfele volt a másiknak, ugye, és hát mindent elkövetett, hogy hát ő legyen. És akkor rúgtossák a 16-osról a labdát, hányszor el tudják találni ezt a kapufát, a kapufa tetejét, akkor egy beívelni a labdát, hogy egyszer pattanjon a Hidegkuti, volt a Puskás, a Kocsis, meg ő, és hát bizony a legtöbbször a Puskás nyert. Mi ott a hárman voltunk ilyen fiatalok, a Szolyka Feri, a Csordás és én. Ugye majdnem egy idősek voltunk, egy év differencia lehetett. Hát persze mi is mindjárt próbáltuk gyakorolni. És hát mi eltaláltuk a kaput mondjuk ötször, már nagyon jó volt, ők meg kilencszer. Szóval 10-ből 9-szer oda rúgta a labdát mindegyik, de főleg hát a Puskás, ahova akarta. Amikor rejtek helyre mentünk, a Margit szigetre, és nagyon szerette a lecsót, én is. Gondoltam, egy kicsit piszkálom őket, már hát ő a Kreis doktorral akkor megboldogult. Mindig az orvossal beszélte meg, ő volt a csapatkapitány. És hát egy kicsit piszkálni akartam, oda mentem, hétfő még lehetett, mert utána még jött tréning, le lehetett adni a fölösleget. És ott a Kuruca szakács él még, az volt a válogatottnak a szakácsa, nagyon jó csinálta, csodálatosan, isteni volt. És amikor már jól laktam, mondtam az öcsinek, hallgass ide, Sváb, sokan úgy hívtuk, mindig az kell lenni, amit te, hát engedd már meg, hogy... Azt mondja, nem tetszik, fog magad, pakolj össze, utaz vissza Móravárosba, de ezt még egy kicsit fűszerezte, ami, hogy ne pontozzuk ki. Kövé volt az utolsó szó? Mindig? Csak labdarúgásban. Csak ma is az övé, csak labdarúgásban. Innen is látni, hogy az egész élete ebből állt. Ennek élt. Ennek élt. Ott van Puskásnál! Puskás kicselezi az egész jugoszláv védelmet! Már ott van a 16-oson belül, kicselezi a kapust, ne gól! Megveri gól! Megvan az első magyar gól! Vezetünk Jugoszlávia ellen 1-0 arányban! A fiúk most gyönyörűen játszanak, élvezett nézni a játékukat! Ott van ismét Puskásnál alatt a Puskás lő, a lövés azonban szögletre védi beállam. A beivált labdát kifejelik a jugoszláv védő, nem jut messzire azonban a labdájuk. Megint ott patog a 16-oson belül, Hidegkuti tovább teszi a labdát Tibornak. Tibor lő! Gól! 2-0 az eredmény, most már biztos a győzelem, miénk az egyik legnagyobb diadal, labdarúgó csapatunk, olimpiai bajnok. A labdarúgó válogatott népszerű Puskás öcsijét aláírásokért ostromolják. Mikor mi összeverődtünk itt a sportszázadnál, akkor megismertük egymást közelebbről, tehát emberileg is megismertük egymást. Hozzáteszem, hogy egyikünknek sem volt autója még, nem röpködtek a százezrek, tehát itt mi úgy jöttünk össze egymással, hogy egyszerű katonák. Ezek voltunk jó operett katonák tulajdonképpen. És milyen volt Puskás, mint operett katona? Hát nézd, most ha azt mondanám, hogy ritkán láttam egyenruhába, akkor, de hát nekünk oda egyenruhába kellett járni. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy hát szigorú kiképzést mi nem kaptunk. Jó, hogy elmentünk lövészetre például, az egy
P. Howard regényébe való, ahogy mi lőttünk például Tétényben. Egyszer lőttem a nagyon magasra, azt mondta, hogy ez ne így nem jön, mondom, akkor vitt haza, és ott hagytam. Jubileumi születésnapja, 70 éves évfordulója alkalmából díszszabját adományozok Puskás Ferenc nyugállományú ezredes úrnak. Budapest, 1997. április 2-án, Kereszti György, Magyar Köztársaság Honvédelmi Indul az 1953-as labdarúgó bajnoki év. Az olimpiai bajnokságot nyert magyar labdarúgás ebben az évben is hatalmas feladat előtt áll. Nemzetközi találkozókon és bajnoki mérkőzéseken készülünk föl a jövő évi labdarúgó világbajnokságra. Szovjet példanyomán ebben az esztendőben is ünnepélyes keretek között az NB1 valamennyi csapatának felvonulása vezeti be a bajnoki küzdelmeket. A magyar labdarúgás legjobb 154 játékosának élén a Honvéd bajnokságot nyert labdarúgói haladnak. Őket követi a Bástya, majd az elért eredmények alapján sorrendben a többi csapat. A játékosok felsorakoztak a dísztribűn előtt. Játékosaink nevében Bozsik József, a Honvéd válogatott fedezete tesz fogadalmat. Sportszerű játékkal, szívvel, lélekkel küzdenek majd a magyar labdarúgás további fejlődéséért. Felkúszik az árbócra a Magyar Népköztársaság címeres lobogója. Kezdődik a bajnokság. Az első bajnoki mérkőzés két résztvevője, a budapesti Honvéd és a Vörös Lobogó Sortex együttese, amint egy 20 000 főnyi nézősereg lelkes tapsa közepette sorakozik fel a pálya közepén. Nagy munkában van állandóan a Sortex védelme. Most is zsikla a kapus. Állandóan azt várja, hogy lövés jön. Jobbra ugrik balra, és most, amikor a lövés zúdul a kapura, szépen elcsípi. De ezt már nem. Puskás lövése benn van a hálóban. A végeredmény 3-0 a Honvéd csapata javára. Puskás törzshelye, jobban mondva egyik törzshelye, hisz hol ne lenne ő otthon. Hogy óriások voltak ők, a későbbi nemzedékek bizonyítják, mégpedig éppen azzal, hogy mindmáig a nyomukba sem értek. Pedig azt is el tudták volna viselni. Talán még jobban is örültek. Persze így sem szomorúak, és nem is beképzelik. Ez a csapat, ez a maradék csapat, ha összejön, már pedig amikor tehetik összejönnek, beszélgetnek, akkor nem az Istenek tanácsát mintázza, hanem azoknak a régi szép időknek a szellemét idézi vissza, amikor még önfeledten átkozták egymást egy-egy elrontott átadásért, egy bekapott gólért, vagy egy rosszul sikerült cselért. Mert ölni tudtak volna minden hibáért, mulasztásért, amíg a pályán voltak. A fehér asztalnál persze már más a helyzet. Sokáig emlékezetes marad a díszszemlén résztvevő harcosok számára válogatott labdarúgóink látogatása. Ez alkalommal a világhírű magyar labdarúgók edzőmérkőzést játszottak a díszszemlére készülő alakulatok csapatával. Nincs könnyű dolga a díszszemle válogatott csapatának, de nem is a szám szerinti eredménye fontos. A honvéd játékosok sokat tanultak ezen a mérkőzésen. A közönség pedig igazán jó szórakozott. Egy ideig állják a sarat a honvéd játékosok, de mind hiába a válogatott formába lendül. A ragyogó összjáték megtöri az ellenállást. Puskás cselez, továbbadja a labdát, oda kerül Kocsishoz, Kocsis kapura tör, lövés, gól! Olyan négyes, a pálya közepén meglévő négyes, mint amilyen a Bozsik, Hidekuti, Kocsis, Puskás volt, olyan nem volt a világlabdarúgásában, és azt hiszem, hogy ma sincs, és a közeljövőben nem tartom valószínűleg, hogy ilyen csapat összejön, nem csak Magyarországon, hanem a világlabdarúgásában. A következő pillanatban Puskás nevét kiáltja a közönség, a magyar labdarúgó, a jobb alsó sarokban köt ki a labda. 1-0 Magyarország javára. Hogy jutott a
csapatkapitányi karszalaghoz? Akkoriban választották, vagy kinevezték, vagy hogy lett? Bementünk a... Én úgy emlékszem rá, hogy a válogatottnak volt egy meccse, és azt mondja, azt mondták nekem annak idején a 49-50-49-ben, hogy hát te vagy a kapitány, mától kezdve. Köszönöm szépen, és a mai napig még mindig úgy érzem, hogy kapitány vagyok. Ivens angol játékvezető és a két csapatkapitány Puskás Ferenc és Boni Berti válasz. A magyar csapatnak kedvez a szerencső. Budaival befelé, kocsis fejeli hátrafelé a labdát, Puskás megállítja, maga elé teszi, aztán cselez, most lő, és a lábak között is megtalálja a hálóba a rést a labda, 2-0 Magyarország javára. Megint Puskás mesti labdával szökteti Budai. Budai leállítja a 16-os oldalvonalánál, majd Palotással játszik össze, Palotás befelé kurítja Puskásnak, na most egy csel, aztán lövés, gól, 3-0. A népnyelv gyakran úgy mondja a szurkolók között, lehet hallani, hogy nem is Sebes állította össze a csapatot, meg a taktikát, hanem Puskás volt a meghatározó. Így volt ez? Nem volt így. Nem volt így. Az, annyira nem volt így, mert én mindenről tudtam. Jóba voltam. Ma is jóba vagyok, akkor is jóba voltam, minden játékossal. Hát ha csak nem kell messzire menni, nekem a Bosik az egyik legjobb barátom volt. Én 10 évig egy szobába laktam vele. Na már pedig Bosik a Puskásnak a legjobb barátja volt. Együtt nevelkedtek, együtt nőttek föl. Hogy nem ők laktak egy szobába? Kivel lakott a Puskás? Az Puskás a Lóránt. Érdekes, nem? Én nem a Bozsikkal vajon. Azért, mert az öcsi néha-néha egy-egy kis bröccset, és volt kivel kocintani. Bozsik nem volt egyetlen egy kortital soha életében. Ismét a kispesti Bozsik stadionban vagyunk. A gyerekek a kemény edzés után kíváncsian állják körül. És kérdezgetik a legemlékezetesebb eseményekről. De főleg a régi szép időkről, és arról, mi volt például a kedvenc csele példaképüknek. Nagyon sokat tudna mutatni, de a régi emlékekből bemutat nekik egyet a sok közül, visszaidézve fiatalságát. A gól, amelyről kisregényeket, de legalábbis szakdolgozatokat írhattak volna. Talán akadt is valaki, akit megihletett. Ez a gól valóban felért a múzsa csókjával. A világot már többször körbe repült öcsi, ismerősként száll le bármely reptéren. Londonban különösen. Could we just ask him, although he doesn't say any English, is there just not one word that we could ask him to say to the people in this country? Nem tudsz egy szót se angolul? Not yet. Not yet. Well, perhaps... when he next comes over, he'll just have one word of English for us. A legközelebb jösszük. Jó, pedig a megszólt tanulni. He will learn English. Good, that's fine. Thank you very much indeed. És beváltotta ígéretét. Valóban megtanult angolul, hiszen az élet megkövetelte tőle. Mint ahogy megtanult spanyolul, németül, arabul, mint egy világállandóra. Nem is angolok lennének, ha nem halmoznák el figyelmességek sokaságával a vendéget. A nagy világban utazgatva a Puskás persze hozzászokott a kedvességhez. De hogy Londonban még a szálloda kiválasztás is oly figyelmes legyen, az még őt is meglepte. Ugyanabban a hotelben, a Cumberlandben foglalták le a lakosztályát, ahol annak idején a 6-3-as mérkőzés előtt is lakott a csapat. Emlékeznek még az ütött, kopott kispesti állomásra? Honnan indult és hova jutott tehetsége erejével? Bevet minden útjába került várat. A foci szentélyét, a Wembleyt is. Otthon érzi magát itt is, akár Kispesten, vagy Madridban, vagy azokon a kontinenseken, ahol edzőként megfordult Amerikától Ausztráliáig, Európától Afrikáig. Ha az Antarktiszon lenne foci, bizonyára még ott is dolgozott volna. Ez
No de vissza a Wembley szent gyepére, ahol ki más is köszönteni, mint az első aranylabdás, a nemes ellenfél és az örök barát, Sir Stanley Matthews. Apropó aranylabda, sohasem sikerült kiérdemelni, de bőkezően kárpótolt az élet. Ha semmi más nem kapott volna tőle, akkor is boldogul a barátai egészségét, életkedvét érezve, kezük erején keresztül, szívük dobbanásán át. Gondolom, még ha 15 játékossal álltunk volna föl, akkor is kikaptunk volna Magyarországtól. Annyira brilliáns csapat volt az. Alábecsülték önök akkoriban a magyarokat? Nem, nem. Úgy érzem, magabiztosak voltunk, kiváltképpen a hazai pályán. Bíztunk abban, hogy jól szerepelünk és hogy nyerünk. De nem, semmiképpen nem becsültük alá őket. Meg voltam győződve arról, hogy kitűnő ellenfél a magyar csapat. Nem alakult ki róluk a tényleges képünk a meccs előtt. Senki sem tudta, hogy hogyan játszanak. Az olimpiáról volt tudomásunk, arról is, hogy megnyerték. Tehát amikor átjöttek és játszottak aznap, olyan gyönyörű és csodálatos játékot produkáltak, amitől csak úgy kapkodtuk a levegőt. Nem tudtunk mit tenni, egyszerűen csak szaladgáltunk utánuk a pályán, és ők halálra fárasztottak bennünket. Idő kellett, amíg kitaláltuk, hogy mit is kell csinálni, de a végén nagyon kifáradtunk. És mi történt az öltözőben? Hogy emésztették meg a vereséget? Veszekedtek egymással a sok hiba miatt? Nem, csak leültünk teázni. Egymásra néztünk és feltettük a költői kérdést. Mit lehet itt tenni? 100%-osan tökéletes játék volt ez? Vagy voltak hiányosságaik is? Nem gondolom. Nem láttam semmiféle hiányosságot. Nem. Úgy tűnt, hogy mindenki tudta, mit csinál. Úgy játszottak, ahogy kell. Tudja, mindenféle probléma nélkül. Csak egyszer hallottam hiányosságokról, amikor Puskás Magyarországon a fogadáson a jobb hátvédnek azt mondta, hogy ha jobban rám állt volna, akkor nem tudtam volna gólt lőni. De ez csak egy vicc volt, mert nevetett. A bolondozásért, a jó kedvért, a betyárságért soha nem kellett a szomszédba mennie. Persze mit is tehet az ember, ha a derű hűtása minden lépésének? Ön játszott Budapesten is a visszavágon. Mikor játszottak jobban a magyarok? Szerintem itt játszottak jobban. Hogyan? Nos, ezt ők tudják inkább megmondani. Jobban kezelték a labdát, jobban mozogtak, gyorsabban. Mindez meglepett bennünket, de ők nem csináltak problémát ebből. Rúgtál már ilyen gólt korábban is, öcsi bácsi? Soha nem is fogok rúgni még egyet ilyet. Az egyensúly érzéke kivételes. Még ha nagy termető ember is, mert már akkor sem volt kicsi, olyan egyensúly érzékkel kellett rendelkeznie, hogy a legjobban kihasználhassa a bal lábát. Bizonyára a jobb lába sem ügyetlen, de az igazán nagy mutatvány az a híres gólja ballal. Itt nekem megkaptam a labdát, megálltottam, így csinált, megmozdultam a labdával, és ő bedobta magát. Én elhúztam tőle, így ide visszajöttem, és ide berúgtam. A hasmagasságban valamivel följe, semmi mást. Az angolok is tapsoltak. Hát mindenki. Ezt még nem láttam. Hát senki se, én se hittem benne, de hát az sikerült. Az én dolog siker, az mindig jó. Hát mindenki azt csinálja még ma is. Ma is látni ezt a csölt, amit ő csinált, de nála sokkal lassabban. Visszapörgetni a labdát, egy kicsit meglökni. Megint visszahúzni, és közben ingerelni Billy Brightot, hogy menjen érte, és ezt egyetlen mozdulattal. Visszalépni és keményen belerúgni ugyanazzal a lábbal. Erre csak egy zseni képes. Amúgy minden jó volt, nekem semmi bajom nem volt itten. Mindent a legjobban, jó barátságban voltak és vagyok, úgyhogy ez nem volt soha probléma nálam. Se Magyarországon, se itt, sehol a világon. Hát hiába, te egy világfi vagy. Én az vagyok, amilyen vagyok, én senkit nem bántok. Magamnak jó vagyok, és ez nagyon fontos. És újra itthon. Sorra szállnak le a felejthetetlen győzelem hősei. Szívünkbe tártunk, őt a vaszki, együtt hajtunk.
nevében Puskás öcsi ígéri, hogy továbbra is becsülettel megállják a helyüket. Beát János és Szőcei Sándor kosúdiak stahanovisták dolgozó népünk igaz szeretetét szolnálkoznak. Köszönjük végtek, válogatott labdarúgó, ezt a felejthetetlen szép eredményt. Ez jó mulatság, szinti munka volt. A Puskás Páralabda lövés gól! Nagyszerű Velek Puskás gól! Zen Dzsunga hatalmas aréna! 2-0-ra vezetünk Anglia ellen! Végül azonban előre száll a labda a magyar játékosokhoz! Puskás most egy pillanatban lő gól! Villámgyors magyar akció végén azonban Puskás lövése nyomán bent reszkett a hálóban a labda.